Köszönöm a türelmet a Sátoraljóvéhelyi Tűzoltóparancsnokság munkatársainak. Kérném, hogy jöjjenek közelebb. Gyere. Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony, tisztelt képviselőtestület! A tűzvédelmi törvény előírásának megfelelően itt a hivatásos tűzoltóparancsnoknak kötelessége, hogy a működési terület szerinti önkormányzatok képviselőtestületének beszámoljon a előző évi munkáról. Ez azt hiszem 2011-ben, jól emlékszem, akkor ez elmaradt, nálunk is egy szervezeti átalakulás ment végbe, ennek megfelelően úgy döntöttem, hogy a 2011 évi beszámolót is átküldöm. Aki megkapta, az olvashatta, és kitűnt belőle, hogy milyen átalakuláson ment keresztül a hivatásos, még akkori 2011-es önkormányzati tűzoltóság. Ez nyilván nem történt a többi településtől se eltérően, tehát elküldtem minden település önkormányzatának a beszámolomat. Fizikailag lehetetlen, hogy mindenhol ott legyek, itt a Sátori Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz most 45 település tartozik, de hogyha reményeink szerint ezen az éven a cigándi őrs megindult tűzoltóőrs, akkor még plusz 7 településnek a működési területével bővülünk, tehát 52 település lesz nálunk. Nyilván a nagyobb települések képviselőtestületei előtt lehetőség van beszámolóra, úgyhogy azért is tettem meg, illetve felkérésre is, hogy a jegyzőasszony kért, hogy a beszámolót ezen a képviselőtestületi ülésen tegyen meg. Egy pár szóbeli kiegészítés, amit fontosnak tartok, itt a Sárospataki település működési területéhez tartozó településeknél is. Előzetes tárgyalások folynak most már, itt van 4 olyan településünk a Bodrog-Zugba, akiket európai norma szerint 25 percen belül akkor se fogunk elérni, hogyha a tervezett tűzoltóőrsök megépülnek, ami Cigándon, később Tolcsván és Páházán kerül kialakításra jelenlegi állapot szerint. Ezért a Kenézlő, Győrtalló, Vis és Zalkod önkormányzatok polgármestereivel, illetve asszonyával felvettük kb. 2 hete a kapcsolatot, és kezdeményezünk ott egy önkéntes tűzoltóegyesület létrehozását, amihez technikai anyagiakat annyira nem annyira, inkább az pályázati lehetőségen lesz majd, de technikai, illetve eszközgel tudunk majd segíteni, mint hivatásos tűzoltóparancsnokság, ezzel is biztonságosabbá téve az ott lakóknak is a tűzvédelmi, illetve katasztrófavédelmi helyzetét. Beszámolomba kitűnik ugye 2012-ben a Sátori Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, mint több más szervezet is beintegrálódott a egységes katasztrófavédelmi szervezetbe. Tevékenységünk nem változott, ugyanúgy tűzvédelmi mentőfeladatokat látunk el, ami változott, hogy humán szolgáltatás már, tehát személyzeti osztályon nem rendelkezünk, költségvetésünk nincs, az csak a területi szervnek van, ez egy kicsit megnehezíti a munkánkat, de ettől függetlenül például humán feladatainkat ugyanúgy ellátjuk, mert lehetetlen úgy egy tűzoltóparancsnokságot működtetni, hogy egység katasztrófavédelmi kirendeltségre kelljen ügyintézésre bármelyik tűzoltónak oda mennie, tehát ezzel foglalkozunk, illetve ami még fontos, hogy az eddigi 9 hivatali dolgozó helyett most már csak 3 dolgozik a hivatásos tűzoltóparancsnokságon, egy parancsnok helyettes, egy műszaki biztonsági tiszt, illetve jó magam, titkárságunk nincsen, tehát ez is ugye a feladatokat mind ránk rója, ezeket a feladatokat is mi látjuk el, illetve még azt el kell, hogy mondjam, hogy a járások létrejöttével a régi polgárvédelmi dolgozók, ők is most már a katasztrófavédelmi egységes szervezeteként a Sátrói Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz tartoznak. Itt Sárospatakon Kis István, illetve a Varga Bandi utódként, itt hagyd mutassam be, és azért is kértem meg, hogy ismerje meg a képviselőtestület, a Somlyi Tamás tűzoltó zászlós úr látja el a feladatokat, és a hozzá tartozó járáshoz tartozó 16 település, tehát összesen 16 településnél. Tehát bármilyen kérdése, lakossági panasz, vagy valamilyen bejelentése van a itt élő lakosoknak, akkor ezt a katasztrófavédelmi megbízott úrnál megteheti, és ő ennek megfelelően el fog járni. Tűzesetek, illetve műszaki mentések számát tekintve egy átlagos évnek tudható be a 2012-es. Ugye itt 2010-ben volt egy nagy arányú beavatkozás itt a árvíz miatt, de egyébként egy átlagos évnek tudható be. Ami kiemelkedő volt 2012-ben, az a szabadtéri tűzesetek száma. Hát most ez csökken, nyilván most a nedves időjárásnak köszönhetően. Ami még fontosnak tartok elmondani itt a technikai állománytáblánkat nézve, hogy sajnos a gépjárműveink már 15-16 évesek, ez is kormányzati forrásból kerül majd valamikor felújítás, illetve cserére. Jelenleg a régieknek a felújítása folyik, erre van pénz, hát ez is nagy feladatokat ró a tűzoltóparancsnokságba életére, mert ezeknek a felújításoknak a végrehajtása a Nyíregyházi központi telepen működik, nincs arra egyenlőre mód, hogy
helyi szervek, illetve helyi szervezetek besegítsenek munkálatokba. Így például egy olajcserélés Nyíregyházára kell szállítanunk a gépjárműt, ami úgy gondolom, hogy eléggé gazdaságtalan, de ez az elvárás, most ez a folyamat zajlik. Nem tudom, hogy esetleg van-e valakinek kérdése majd hozzám, mert akkor arra szívesen válaszolok. A beszámoló úgy gondolom, hogy teljes körű, aki abba valamit keres, azt gondolom meg is találja, úgyhogy várom majd a kérdéseket. Köszönöm szépen Barna Norbert tűzoltóparancsnoknak a részletes előterjesztés után a még részletesebb szóbeli kiegészítését. Amíg a képviselőtestület tagjai gyűjtögetik magukba a kérdéseket, addig hadd ragadja meg a lehetőséget, hogy megköszönjem a munkájukat, a tűzoltóságnak a munkáját is, hiszen sajnos jó néhányszor kellett találkoznunk lakossági tűzesetek vagy egyéb helyzet miatt, és hadd köszönjem meg a katasztrófa védelem területén nyújtott munkájukat, hiszen itt 3 héttel ezelőtt egy nagyon komoly védelmi bizottsági majdnem 1 hetet kellett együtt eltöltenünk, aminek a vezetői most ebben az évben először, eddig a Védelmi Bizottságnak ugye a polgármester volt a vezetője, idén a járási hivatal vezetője. Úgyhogy itt 3 hölgy tartotta a frontot éjjel-nappal, és azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy állták a sarat, hiszen nagyon jó munkát végeztek. Viszont hozzá kell tenni, hogy a szakmai segítség, a támasz az tűzoltóparancsnok úr volt, illetve Somogyi Tamás úr volt, aki a pataki tevékenységet koordinálta. Az, hogy Patakon nem történt tragédia, és hogy minden problémát meg tudtunk oldani, az kizárólag nekik köszönhető, úgyhogy köszönet ezért. Az érci képviselő úr. Nem tárgyalták bizottságok. Bocsánat, bizottságok nem tárgyalták, tehát egyből a képviselői kérdések és észrevételek jönnek. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt vendégeink, bár részben választ is kaptam, amit itt előre megfogalmaztam. Egyébként tényleg annyira részletes az anyag, hogy meg sem bírja nyitni a gépem a napi rendi pontot, terjedelménél fogva, legalábbis nagyon sok idő kell hozzá. A gépjármű állománnyal kapcsolatosan szerettem volna külön megkérdezni azt, hogy saját belső értékelésben a technikai műszaki színvonalat hogyan értékelitek, hiszen a parancsnok úr is elnézést, hogy részben véletlenül tegeződtem, de személy régóta ismerjük személyesen egymást. Tehát említett európai normákat, és említetted azt is, hogy elég idős a gépállomány, illetve több olyan felújítás van, ami gazdaságtalan, de magának a feladatnak az ellátásához, vagy azzal kapcsolatosan mégis, hogy érzi a parancsnokság ezt a műszaki technikai állományt, ha erre kaphatnék még egy kis kiegészítést, és szeretnék külön gratulálni az elért sporteredményekhez, melyek úgy érzem, hogy akárhányszor kerül ide a tűzoltó parancsnokság, ez érződik, hogy külön kiemelten fontosnak érzitek ti magatok is ezeket a fizikai felméréseket, sportolási lehetőségeket, és minden beszámolónál látható, hogy milyen nagy terjedelemben és milyen eredményesen foglalkozik ezzel a parancsnokság. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Egyer Attila képviselő úr. Köszönöm szépen. Nekem nem kérdésem, inkább dicséretem lenne a tűzoltóság felé. A tavalyi anyagot átolvastam, az rendben van, de sajnos az elmúlt 1 hónapban 2-szer is találkoztunk tűzesetnél, és engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a kollégáinak a szakszerű munkavégzésért, mert akár amikor lakástűznél voltak kint, vagy egy másik esetben egy boiler tűznél, szakszerűen a lehető legkevesebb károkozással jártak el, tehát még arra is vigyáztak, hogy ne ázzon már át a tető, tehát maximálisan odafigyeltek, és a papírmunkát is, ami adminisztratív munkálatokat is elvégezték. Köszönöm szépen, és engedjen meg, hogy gratuláljuk még egyszer a kollégáimat. És ami nagyon tetszett és újdonság volt nekem az, hogy pszichológusként is jól vizsgáztak a tűzoltók, hiszen ott beszélgetni kellett azokkal, akiknek az értékei mentek tönkre, és gyakran a rendet, a nyugalmat is fönn kellett tartaniuk. Több kérdést és észrevételt nem látok, úgyhogy parancsnok úr a lehetőség, hogy a feltett kérdéseket megválaszolja. Köszönöm szépen, és akkor próbálok sorrendben. Először is polgármester úrnak, ő már említette, és nem tértem ki rá, ami tényleg még jelentős dolog, hogy itt a védelmi igazgatás rendszere megváltozott. Ez már ugye, amit mondott polgármester is, hogy helyi védelmbizottsági szinten, ami Sárospatakon működik, most már járási hivatal vezetője a helyi védelmbizottság elnöke, de ezt úgy látták a jogalkotók, hogy mivel szakmai ember nem volt ott, ezért a megyei igazgató javaslatára mindenhol egy katasztrófavédelmi tisztet delegáltak, aki ugye szakszemmel nézett beavatkozásokat. Jó magam kerültem Sárospatakra,
ennek megfelelően el is jártunk itt a Helyvédelmi Bizottságnál. Ugye itt a hóhelyzetről beszélhetünk, Magyarországot elég nagy mértékben sújtotta. Mondhatjuk azt, és ezt külön kiemelték számomra több fórumon is, itt főigazgatói elismerésbe, illetve főigazgatói köszönetnyilvánítás is jött hozzánk, hogy a helyi szinten itt Sárospatak, Sátrújhely, vagy pedig a cigándi járás tekintetében is nagyon jól működtek közre az egységek. Tehát helyi védelmi bizottsági szinten, de hozzá kell tennem, hogy azért, mert a helyi védelmi bizottság maga a felépítése megváltozott, a helyi polgármesternek ugyanúgy megmaradtak a védekezés, a megelőzés, illetve a helyreállítási feladatok, tehát ezek maradtak a polgármesteri hivatalnál, illetve a felkészítésben is ők működnek közre. Tehát szorosan itt a helyi védelmi bizottságban is a polgármester úrékkal, illetve a polgárőr szervezettel, a Klímajanékkal nagyon jó munkát végezve, úgy gondolom, hogy itt a helyi szinten nagyon jól megoldottuk a feladatokat, úgyhogy ezt tényleg köszönetet is nyilvánítottak, és én szeretném akkor itt majd a polgármester úrnak is megköszönni itt a segítségét. Itt ugye meg kell nyitni egy kollégiumot nekünk, ott elhelyezni kellett embereket, akik a vasútállomásra érkező szerelvénytől már nem tudtak tovább közlekedni a Bodrog közbe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy megfelelő szinten láttuk el a feladatunkat, amire már mondtam, több fórumon elismerték. A következő kérdésre válaszolva így van, tehát a gépjármű parkunk az sajnos elavult. Hát hogyha minősítenem kéne, akkor azt mondanám, hogy megfelelő, a feladatunkat el tudjuk velük látni. De hozzátéve az, hogy számunkra, illetve a tűzoltó állományra, és akkor kapcsolódva ezzel a következő kérdéshez is, milyen feladatok hárulnak itt, és akkor itt a polgármester úr szavait is idézve, pszichológiai feladatok, a károkozásoknál a minél kisebb kár felszámolás, itt a vízkárokra gondolunk, a lakosságnak a megnyugtatása. Egyébként ebbe is változott a katasztrófavédelemnek a feladata. Most már nem csak, kimegy egy tűzoltóegység, most már nem csak a tűzvédelem, a mentő tűzvédelmet kell ellátniuk, akár egy balesetnél, vagy akár egy lakóház tűznél, hanem lakosságvédelmi feladataik is vannak, tehát az ott élőket, hogyha nem tudnak máshol, tehát lakhatatlanná válik az épület, erről gondoskodniuk kell, a helyi önkormányzat, ahol van nyilván a tűzeset, felhívni a polgármestert, közbiztonsági referenset, jegyzőt, ezeket az embereket el kell szállásolni, védett térbe kell helyezni. Tehát nagyon nagy feladatról az állományra, ezzel azt hiszem nincs egyensúlyban az a feltétel, ami most jelenleg rendelkezésre áll. Itt beszélhetnék gépjárműállományról főleg. Tudni kell, hogy például a magasból mentő gépjárműünk, a Sátrújhelyi Létrás gépjármű 2011. november 3 óta üzemképtelen. Talán ebbe a hónapba visszakapjuk, de ha ezt megnézzük, majdnem egy jó bő másfél év, holott Sátrújhely és Sárospatakban is több társasház, több szintes épület van. Ha itt egy tűzeset keletkezne, akkor itt azért a mentés jelentősen befolyásolná, hogy nincs magasból mentő szerünk, tehát vagy Szerencsről, vagy Miskolcról kellene kérnünk, vagy pedig Kisvárdáról, ami nyilván nagyon nagy időkiesés. Ezzel is tükrözve azt, hogy milyen problémáink vannak. Egyébként volt a tűzoltóságnak 2010-ben 2 benyújtott pályázata egy magasból mentőszerre és egy erdőtüzes gépjárművel, amit meg is nyertünk, de ugye itt a katasztrófavédelem átalakulása miatt a már megnyert pályázatokat sajnos befagyasztották. Remélhetőleg kormányzati, ugye ez kormányzati döntés, közbeszerzés, stb. Központi ellátás jövőre, illetve 1-2 éven belül feltöltésre kerülnek új gépjárművel is a tűzoltóságok. Most egy prototípust kipróbál egyébként a Miskolci tűzoltóság, egy rába típusú szerelvényt. Ezt is próbálják gazdaságosan megoldani, hogy ne külföldi Mercedes gépjárműveket kelljen nagyon nagy pénzért megvenni, aminek a karbantartásuk, javításuk, szervizelésük még nagyobb pénz. És ugye nyilván egy németországi gépjármű nem biztos, hogy egy sátorai és sárospataki közúti körülményekre van tervezve, tehát ebbe nyilván fejlődnie kell a közbeszerzéseknek is. Próbálnak most mondom egy prototípus, itt egy rába típusú gépjárműt megkapott Miskolc, ez csapat próbán van, tehát kipróbálják, hogy hogyan működik, már feltárva van egy pár hiányossága, tehát gondolom ezen fognak javítani, és hogyha ez megfelelő szintre kerül, akkor gondolom ennek a tömeges gyártása el fog kezdődni a rába gyárba. Hát reméljük, hogy ebből mi is kapunk majd, mert nálunk is felújításra szólnak a szerek, de a feladatunkat ettől függetlenül ellátjuk. Itt tavaly inkább a védőfelszerelésekben kaptunk egy felújítást, tehát védőruhákat fogunk kapni ezen az éven, még egy országos szinten egy 3000 darab kerül még kiosztásra, védőkesztyűk, tehát ami alapellátásban muszáj egyéni védőfelszerelésbe megfelelő szintre hozni, de én úgy gondolom, hogy tűzeseteknél, mint már képviselőtestületi társunk elmondta, ez nem érezhet ebből a lakosság semmit, se időkiesésből, se pedig a beavatkozás hatékonyságából. Úgyhogy köszönöm szépen, a sportsikerekre visszatér még egy mondat. Itt, amikor a Sátrói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományából sportversenyre mennek a tűzoltó kollégák, legyen az egy budapesti rendezvény, vagy legyen egy másik területen lévő, itt mindig Borsod megyét képviselik, illetve a Zemplént. Tehát sose csak a Sátrújhelyi Tűzoltóságot, illetve a Sátrújhelyi Polgármesteri Hivatalt, vagy önkormányzatot, vagy várost, hanem itt a Zemplént, a Borsodnak ezt a csücskét. Én úgy gondolom, hogy
méltó eredményeket érnek el. Elmondhatom, hogy ebbe az évben Sátrai tűzoltóparancsnokságról kettő személy most nyáron Franciaországba fog szerepelni a országos válogatottal, tehát mennek egy nemzetközi versenyre Franciaországba. Már ennek a felkészítése folyik, tehát ez nagy örömünkre szolgál, hogy ők beválogatásra kerültek, és egy nemzetközi versenyen Magyarországot fogják képviselni Franciaországban július hónapban. Úgyhogy köszönöm szépen az elismerő szavokat, nyilván a személyi állománynak ezt át fogom adni, illetve köszönöm szépen a többi képviselőtestületnek is a tagjainak az elismerő szavait. Köszönöm, parancsnok úr, több kérdést nem látok. Szavazás következik, aki a beszámolót elfogadja, kérem az igen gombot. Kilenc igen, nulla nem, nulla tartózkodással a beszámolót egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen még egyszer, és további jó munkát. Viszlát, köszönöm.